Határon túli Erdélyről és Felvidékről készült fotók kiállításának megnyitójával kezdődött az idei összetartozás napi emlékműsor Nyíregyházán. A trianoni békediktátum centenáriumára a megyei közgyűlés elnöke kérte fel Janics Attila fotóriportert, hogy korábbi alkotásaiból válogasson össze egy megemlékező tárlatot. Próbáltam olyan képeket választani, ami azért mindenki számára közismert, mint például a gyilkostó, a békásszoros, a tordai hasadék, de nekem az egyik nagyon nagy kedvenc képen például az, hogy a Tamási Áronnak a testvérével sikerült találkoznunk személyesen, így róla is van egy fekete-fehér portré kiállítva. A kiállítás 3 héten keresztül lesz látható a Városháza előtti téren, amely így a veszélyhelyzet alatt is bárki számára elérhető és biztonságosan megtekinthető. Kovács Ferenc polgármester a megnyitón arról beszélt, hogy hihetetlen igazságtalanságot és veszteséget jelentett a magyarság számára a békediktátum, hiszen a sebek még ma sem gyógyultak be. Nyíregyházán annak a megyének a székhelyén vagyunk, ahol 4 egykori történelmi vármegyének a nagy része átkerült azzal a borzalmas döntéssel határon túlra. Ez jelentette a családok szétszakítását, azokat a veszteségeket és azt a hihetetlen igazságtalanságot, ami ezzel járt. Tehát úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk ezt fenntartani, és azt is, hogy Trianon ne csak egy történelmi lecke legyen a következő generációnak, hiszen ez ma is köztünk él, ezek a sebek igazából ma sem gyógyultak be, és ma is vannak érthetetlen helyzetek, akár a Kárpátalján, akár Székelyföldön, Felvidéken, Délvidéken, tehát emellett semmiképp sem mehetünk el. Ez az önazonosságunk, a magyarságunk szerves része. A nyíregyházi megemlékezés a fotókiállítást követően a 10 éve hagyományos, közös megemlékezéssel folytatódott. Az ünnepségen a megyei kormány megbízott arról is beszélt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem az ország szélén, a végeken található, hiszen a nemzetet tekintve mi itt saját magunkkal vagyunk körülvéve, a határon túli területeken ugyanis nagyszámú magyar nemzettársunk él. A mi feladatunk ilyen tekintetben másabb, mint az ország más részein. Nagyon jó látni, hogy ma már élő kapcsolatok sokasága, személyes, gazdasági, kulturális életben, közéletben, személyes kapcsolatoknak a sokasága szőtte újra azt a hálót, ami 100 évvel ezelőtt nagy mértékben megsérült, és azt is jó látni, hogy Magyarország ma már van annyira elős, hogy képes legyen arra, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére erőforrásokat fordítson, hogy odafigyeljen arra, hogy egymást erősítsük, mert azt gondolom, hogy minél többen vagyunk, minél többen kapaszkodunk össze, annál erősebbek vagyunk. A megemlékezés alkalmával Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy 100 év után különösen aktuális megállni és számba venni az elmúlt évszázad történéseit, eredményeit és hibáit, és le kell vonni a tanulságokat, amelyeket a következő nemzedékekre kell átörökítenünk. Soha nem feledhetjük, és amíg magyar lesz, és aki magyar, annak fáj Trianon. Ugyanakkor viszont ez nem szabad, hogy az önsajnálatba és a múltba révedésre, amelyre annyira hajlamos a magyar néplélek, vezessen bennünket, hiszen ott eltévednénk. Én azt gondolom, hogy a következő évekre, a következő évszázadokra kell, hogy feladatot jelentsen számunkra minden egyes évforduló, úgy, hogy a 10 évvel ezelőtti törvény is, annak a szellemisége is azt üzeni, hogy összetartozunk, és merítsünk erőt akár a csonkaságunkból is. Fel kell fedeznünk azokat a lehetőségeket, kulturális, gazdasági, minden emberi kapcsolatok terén, amellyel a szétszakítottságunkból erőt meríthetünk. Ez jelentheti a következő évek, évszázadok reményeink szerint programját, és ez jelentheti Trianon meghaladását. A történelmet nem mi uraljuk, tette hozzá Sesták Oszkár, aki azt mondta, a jövőt alakíthatjuk, de nem láthatjuk előre, ez pedig reménységet jelenthet számunkra a következő évszázadokra, hiszen a történelemnek soha sincs vége. Az összetartozás napi emlékműsor keretében ezt követően a megyeházán lelepleztek egy emléktáblát, amely azt üzeni, hogy felelősséggel tartozunk a jövő magyarságáért, és különösképpen azokért a felszabdalt, elszakított vármegye részekért, amelyek örököse a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, tette hozzá a közgyűlés elnöke.